A Becsei 1918 ifjúsági futballklub szerdán a Tisza melletti városi stadionon 2-1-re legyőzte a római május 1-e csapatát, és az újabb 3 ponttal a vajdasági szerb liga 6. helyére került. Igazi sportünnepséget láthattunk szerdán az Óbecsei stadion pályáján, ahol a hazaiak abszolút kezdeményezői voltak a meccs első félidejének első 30 percében. A játékvezető első sípszójától kezdve a kékfehérek diktálták a játék tempóját, szolid akciókat alakítva ki, melyek közül a legemlékezetesebb a 14. perc helyzete, amit a hazaiak nem használtak ki. A 27. percben Tomic hosszú labdája Kobilszkihoz került, aki a 16-oson belül Ilicsnek továbbította a labdát, ő pedig hálóba talált, 1-0. Ez lett egyúttal az első félidő végeredménye is. A második félidőben 2 gól született. A Becsei csapata szépen indított, és a 47. percben újabb gólt szereztek. A vendégeknek a 73. percben sikerült csökkenteni a gólkülönbséget 2-1-re, így egészen a mérkőzés végéig bizonytalanná téve az állást. Végül a Becsei csapatának görcsös harcárán mégis sikerült kiharcolni az újabb 3 pontot. Ami a gólokat illeti, a Becsei csapata gólszerzőinek listájára Kobilszki is feliratkozott, ugyanaz volt a szereposztás, mint az első gól esetében, csak kontraasszisztenciával. Krajinovic próbálkozott, majd Ilics Kobilszkinek továbbította a labdát, aki befejelte azt az ellenfél hálójába. Így lett az állás 2-0. A római május 1-e csapatának egyetlen gólja a 73. percben született. A tartalékjátékos Tomáció voltából, akinek Zécz továbbította a labdát. Ő pedig befejelte azt a hazaiak hálójába. A végeredmény így 2-1 lett. Az első félidő nagyon szépen zajlott, úgy, mint az előző mérkőzéseken is. Az ellenfelet sarokba szorítottuk, és nem hagytuk őket onnan elmoccanni. Szeretném megdicsérni a fiúkat a hozzáállásuk és a törekvésük miatt. Tényleg jól helytáltak. Állandó feszültségben tartották az ellenfelet, gólt is rúgtak, és megnyertük az első félidőt. A második félidőben megbeszéltük, hogy továbbra sem hátrálunk meg, hanem folytatjuk a támadást, hogy megszerezzük azt a bizonyos második gólt is. Ez meg is történt, viszont ekkor az ellenfél, mivel nem volt vesztenivalója, hiszen 2-0-ra vezettünk, támadásba lendült, hosszú labdákkal. Aztán miután megkaptuk a gólt, mi is idegesebbek lettünk, mert az utolsó 15 percben a továbbjutásért kellett harcolni. Na, ezt nem szabad megengedni, hiszen tapasztalt játékosaink vannak, és ahelyett, hogy szépen végigjátszottuk volna a mérkőzést, mi mind végig görcsben voltunk. Azonban végső soron győztünk. Egy szép győzelem sorozaton vagyunk túl. A fiúk minőséget és folyamatosságot mutattak, és ez örömünkre szolgál. A két hazai játék után a következő 26. fordulóban a Becsei csapata Ópazovára utazik, ahol az ottani Jedinstvo csapatával szemben megpróbál újabb 3 pontot szerezni, és ezzel megerősíteni helyét a tabella felső részén. Jó formában vagyunk, nincs okunk arra, hogy ne ebben a ritmusban folytassuk tovább. Győzni megyünk, és ha a hozzáállás ugyanilyen jó lesz, akkor csak a legjobbakban bízhatunk. Természetesen minden rajtunk áll. Egy jó ellenféllel mérkőzünk meg, de mint említettem, mi ilyen hozzáállással megyünk, és győzni megyünk. Hogy ez mire lesz elég, az majd kiderül.